Na? Mindjárt kész. Téged is köröznek? Denverből jöttök? Igen, onnan. Szóval te is megpattantál? Nem, de szeretnék mielőbb kijutni a sivatagból, akár csak ti. Túl zsúfolt már ez a sivatag, mi? Jól beugrattál minket. Jól, mi? Nincs egy kis lőszeretek kölcsön? Volt egy kis afférom, és kifagytam mindenből. Kösz. Nincs mit, ezzel nem sokra mégy. Átvertél minket, haver. Kis hián odaégett a babunk is. Az az igazság, hogy én sejtettem, amikor megláttam a pofáját. Mondtam magamban, fiúk, ez ki akar szúrni velünk. Le az övekkel, fiúk. Hozzátok a gebéket. Az egyiket tegyétek a nyergem alá. Van pofát koldusoktól lopni. Miért ne? Na szépen leülni és kussolni. Hé, a babot. És mi dögöljünk éhen? De jó ez a bab. Melyik költök a szakács? Üres. Ó, Isten. Szevasztok. Ezért még megfizetsz, te rohadék dökkeselyű! Üdvözlöm a szakácsotokat! Rohadt jó volt a bab! Terence Hill, Újréti László. Bud Spencer, Bújtor István. Az ördög jobb és bal keze 2. További magyar hangok. Pécsi Ildikó, Kránic Lajos, Székhelyi József, Helyei László, Trokán Péter, Busz Gyula,
Farkas Zsuzsa, Orosz Helga, Fújlaki Dénes, Makai Sándor, Fülöp Zsigmond, Szokolai Otto, Kun Vilmos, Csankó Zoltán, Kisfalusi Bálint. Magyar szöveg Kertész Judit, hangmérnök Királybíró Sarolta, rendezőasszisztens Dóci Orsolya, vágó Fényi Márta, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Juhász Anna. A szinkron a Videobox stúdióban készül. Forgalmazza a Muki. To change your mind. How far down that road you've gone a long way. Zenéjét szerezte Guido és Maurizio De Angelis. Fényképezte Aldo Giordani. Na, mi az? Jó lovacska vagy te. Siess már, ember, éhen dögök. Hadd hőjön meg, rögtön kész lesz. Szegény öregem, jól behúzott neked az a szemét. Fel a kezekkel! Mit mondasz? Fel a mancsokkal, azt mondtam. Ha lyukat akarsz a fejedbe, könnyen kaphatsz tőlem egyet, öcskös. Csak nem a törvény emberei vagytok. Mi bajod van? Tudod, a törvény, mint a csendőr például. Mi az? Nyomja valami disznósága lelkedet, mi? Mennyit tűzte ki a fejedre? 500-at? Á, még csak kezdő vagyok. De Fitzpatrick bíró azt mondta, ha így folytatom, felvihetem 1000-ig is. De még csak 50-nél tartok. 50 dolcsi? Ezt mivel érted el? Csirkét loptál? Nem. Pulykát. Letehetett pulyka. Na tedd le. Nyugi, nem vagyunk csendőrök. Ülj le. Egyébként nem láttál a környéken valódi csendőröket? Nem. Egy darabig üldöztek, de aztán visszafordultak. Nem csípik a sivatagot. Ezen a gebén menekültél. Miért? Mi bajod vele? Hát láttam már szebb kancát is. Lehet. Nem egy szépség, de piszok jó gebe. Na, majd később meglátjuk. Ennek mi baja? Beteg? Nem, fejbe csapták, azóta ilyen szegény. Ki csapta fejbe? Valami nagy barom. Igen, csak eltalálhatta. Jó helyben hagyta, az fix. Hát azelőtt sem volt egy észkombány. Az is igaz. Figyeljetek, azt hallottam, hogy ha az ilyet még egyszer ugyanúgy fejbe csapják, mint először, helyre rázódik. Tényleg? Én is szakasztott ugyanezt hallottam.
ahogy mondod, a bácsikámnak sikerült is egyszer. Igen. Egy óriásit idesózott az apámnak. Aztán még egyet a biztonság kedvéért, de a papa ettől magához tért. Felugrott és behúzott a bácsikámnak. Aki az ő bátyja volt, az meg a helyszínen meghalt. Miért nem próbáljátok meg? Evi, gyere, öreg fiú. Ne haragudj, öreg. Hát, ha igazat mondok, is tetves. Úgy látszik, beleegyezik. Na. Azt a... Hát, nem mindig sikerül. Igaz, én is szakasztott, ezt hallottam. Uh-huh. Szedjétek össze, szegény szerencsétlen. Ne haragudj, Ebbi. Jó, tessék, legyen. Hát, örventem, és köszönök minden. Ide a lóval. Milyen lóval? A lovaddal. Kis pulyka tolva. Hát, én nem bánom. Hát ajánlom is. Ha csak neki nincs ellene kifogása. Mit mondasz? Azt mondja, nem. Gondolom, hogy megverekszünk érte, igaz? Valami olyasmi, öcskös. Hé, főnök, kezelésbe vehetem. Csinálj vele, amit akarsz, csak vigyázz, össze ne törd. Fejezd be, kész a bab. Na, kis tetű. A francba. Letenni a babot és az öveket is. Leülni és pusolni. Nem, babunk sincs már. Remélem, nem akarod felfalni mindent. De. Hogy akadna meg a... Ugye nem lennél képes hidegvérrel halomra gyilkolni minket? Megmondom őszintén, nem tudom. Csak kezdő vagyok még. Mit szokás ilyen helyzetben tenni? A helyedben én eltenném a fegyvert és odébb állni. Csak vicceltünk vele. Úgy, igaz? De nem vagy a helyemben. Tudjátok mit, fiúk? Verekedjetek meg, aki a végén talpon marad, az megúszza. Na, rajta! Rajta, fiú! Hé, vigyázz! Kleiner, was hast du mir da vorhin von deinem Bruder erzählt? Lass mich bloß mit diesem verdammten Idioten zufrieden, wenn ich den noch mal zu fassen kriege. Na, wen habt ihr denn wieder beim Wickel? Wen schon? Joe, deinen kleinen Liebling. Was hat er denn ausgefressen? Dann hör mal zu.
Vor ein paar Tagen hatte der Kleine sich eine Pferdeherde unter den Nagel gerissen. Mhm. Und da kreuzt der müde Joe auf und hatte nichts Besseres zu tun, als die Gäule ein paar Hungerleidern zu schenken. Ich an der Stelle von dem Kleinen hätte ihn dafür glatt angezeigt. Er hätte seinen eigenen Bruder anzeigen sollen. War doch eine Sauerei. Also los, komm schon. Wohin? Mach schon, das Wasser ist heiß. Mal sehen, ob wir die Dreckkruste abkriegen. Und du? Wach auf aus deinem Delirium. Komm, hol mir ein paar Eimer Wasser. Ja, schon. Wie willst du wohl aufstehen, du fauler Sack? Den ganzen Tag saufen und pennen, du. So was sollte man verbrennen. Szegény Charlie, jól elbántok veled, szegény Charlie. Indulás 1-2. No. Tesz még egy szó, és akkora nyaklevest kapsz, hogy csak úgy füstölt. Na, gyerünk! Papa, siess már azzal a vízzel! Megyek, megyek. Tepel! Gyere csak ki egy kicsit! Mi a nyavajáért menjek? Ne törődj vele, gyere csak ki! Érdemes! Az idegeimre mészte, öreg! Semmit se lehet rád bízni. Rosszabb vagy, mint 20 gyerek. Épp bambinót fürdettem, erre kihívsz. Ha most kimászik a kádból, az biztos, hogy jövő tavaszig nem hajlandó még egyszer beleülni nekem. Mi a bánatot akarsz? Megint rágyadt a gutta ütés? Kis hián, anyukám, kis hián, szagolj csak bele a levegőbe. Jaj, a kis sokál! Visszajött az öreg anyjához! Azt hittük, a keselyük már tisztára rágták a csontodat, te gyerek! Hol voltál ilyen sokáig? Erre is, arra is! Miért nem írtál te anyukádnak? Azért, mert nem tudok írni. Te meg nem tudsz olvasni. Ami igaz, az igaz. Gyere be, van egy kis meglepetésem a számodra. Az van! Ide néz, Bambino! Kit hoztam neked? Na, mit szólsz? Fiacskám! Szevasz! Maradj! Az úristenedet, Bambino, nem is örülsz az öcsédnek? Te istenverése! Van valami igaza a gyereknek. Ez a te kis sakálod elpuskázott nekünk egy egész ménesnek utoljára. Na, te csak kussolj! Teríts meg és pofa be! Te meg kis bárányom! Örölj meg, mert borzasztóan bűz lesz! Már is elmegy. Ha te maradsz, akkor igen. Beszélj már vele, papa. Ide hallgass, ha én neked volnék, most rögtön belefolytanám a vízbe. Csak nem veszed komolyan, amit az öreg félnótás beszél. Mama! Na, most már aztán elég legyen. Békesség legyen! Adjátok abba a marakodást. Kész az ebéd. Áj, bizony Isten. Soha az életemben nem láttam még két ilyen átok rossz testvért. Hogy az ég szakadna rátok. Bambino, ülj az asztalhoz, elég a duzzogásból. Nézzétek ezt a gyönyörű állat! Mi a jó fene ez? Tudom is én, itt röpködött a ház körül valamelyik nap. Lehet, hogy sas. Lehet. Na, akkor lássuk. Nem zabálsz, amíg nem imádkoztunk. Már megint jön az átkozott imádkozásával ez a némber! Az idegeimre megy! Ne, papa! Mi atyánk a mennyekben. Te is anya voltál, akár csak én. És ahogy hallom, neked is volt bajod a fiaddal. Úgyhogy biztosan megértesz. Arra kérlek,
Vigyázz az én két kölykömre. Már csak rád számíthatok. Ámen. Azt mondtam, ámen, bitangok! Ámen! Na, na! Jaj! Már csak! A sajátodat tedd az Isten neki! Csak az húzáját akartam. Ígyunk, fiúk! Egészségünkre, és köszönjük az úrnak! Hagyd már az urat! Hát, ha ő is épp ebédel! Nem árt, ha vigyázz ránk! Még rá, hogy megállapodtok, és megélhetés után néztek. Milyen megélhetés után? Dolgozzunk. Dolgozni? Azt azért nem muszáj, de megnősülhetnétek például. Annyi szép lány van a kupiban, aki mint csak arra vár, hogy elvegye valaki. Bizony, és azokból lesznek a legjobb feleségek. Az már szent igaz, én már csak tudom. Láttátok volna csak az anyátokat az esküvők napján. Na persze, még nagyon kicsik voltatok akkor. Te karonülőn voltál, te meg még csetszopó, de úgy táncolt a kocsmában egész éjjel. Mint ha ma is. Sátnám, vörös bársony ruhában volt, a titkóján csak úgy feszült és vigyorgott, mint a holdvilág. Olyan boldog volt, de olyan, mint egy dökkesejű, ha kaját lát. Szép lehetett. Te, merli angyalom, ha majd megtaláltad azt a tetűt, hoznál még egy palaszbort, kifogyott. Hagyd meg az uzát a mamának. Hagyd meg te a tiédet. Látogatóink jöttek. Hány? Vagy négy. Sheriff van köztük? Nincs. Hogy néznek ki? Azt nem tudom. Kendő van a pofájukon. Nyugi fiúk, vedd kezelésbe őket, aranyom. Majd tegyél egy kis lőszert a nyergem alá. Ja, jó, csak aztán nehogy felrobbanjon a segged alatt. Nézzétek, ki van itt. Kicsi a világ, mi? Az. És milyen zsúfolt. Dobjátok el a fegyvert! Te is! Oké. Kifelé! Várj egy kicsit, aranyom. Ja, elfelejtette. Mehettek. Na, indulás! Mozgás! Te is egy-kettő! Hé, na, vigyázzon meg! Kicsit gyagyás, vettem észre. Vigyeljen rám, hölgy! Ha még egyszer kinyitod a pofádat, hallott, pajtikám? Megtölt a puskaporral. Lódulj! Messze, nyeld le! Köszönöm, szerelmem. Fiúk, az öreg beszélni akar a fejetekkel. Ne ellenkezzetek vele, nagyon oda van szegény. Túl gyorsan evett. Nem, a szokásos gutaütés. Ahogy elnézem,
Lehet, hogy az utolsó. Gyertek ide, fiúk! Hogy az öreg ketyegőm hamarosan kipurcan és beadom a kulcsot. De mielőtt elmegyek, tudni szeretném, hogy jó árat tűz neki mindkettőtök fejére. Te miattad aggódom, fiam. Évek óta csak tengsz, lengsz, és csak tengsz, lengsz, nem csinál semmi komolyat. Úgy hallom, jó kártyás vagy, mégsem látok kártyát soha a kezedben. Azt mondom, légy te is lótolvaj, az komoly és szép szakma. Azt nem lehet csak úgy ripsz-ropsz megtanulni. Nézd meg Bambinót, ő már sinem van. De még mindig van mit tanulnia. Egy szép napon kiváló lótolvaj lesz. És fiúk, mostantól ígérjétek meg, mindig együtt dolgoztok. Micsoda? Vigyázz az öcsédre, zöldfülű még szegény, tanítsd meg a szakmára, védelmezd, mintha a saját testvéred volna. Ne szórakozz velem, magamat kell megvédenem tőle. Na, hagyd dobja fel nyugodtan a talpát, jó? Rendben van, én megvédem. De akkor azt kell tennie, amit mondok. Különben megtudja, hol lakik az Úristen. És nincs többé ló után kötött hintó. Jó. Ragaszkodsz hozzá? Igen. Ragaszkodom. Vigyázz rá, hisz olyan, mint egy nagyra nőtt csecsemő. Igen. Ne aggódj, vigyázok rá. Asszony, erre inni kell egy viszkit. Sőt, legalább kettőt. Hozz ide az egész üveggel. Kérsz egy kis viszkit. Nem vagy képes rendesen ülni a nyerekbe? Sajnos hamar elfáradok. Hova megyünk? Északnak. Miért éjszakra? Mert azt mondom. Csak van jogom tudni, nem? Nem, nincs jogod. Azt csinálod, amit mondok, vagy elkalapállak. És addig én mit csinálok? Ne. Ébresztő. Lesz egy kis munka. Vedd fel. Miért? Első szabály. Amikor az úton feltartóztatsz egy kocsit, kendőt kötsz a pofád elé, hogy ne ismerjenek fel. Világos? Világos. Innia kellene valamit. A hasa fáj megint. Add ide! Siess! Fel a kocsira! Siess! Maradjatok, ahol vagytok, és senki nem mozdul. Igen. Fel a kezekkel. Igen, fel a kezekkel. Azt mondtam, fel a kezekkel. Mi a fász lövöldözöl? Hát fedezlek. Fel a kezekkel. Utoljára mondom. De ha felemeli a kezét, elejti a kölköt. Kus. Nem bánom. Ide az aranyjal, de semmi ramaszkodás. Ez minden vagyonunk, amit látsz, jó uram. Nyugatra jöttünk munkát keresni. Munkát? Már ezért is megérdemelnél egy sorozatot a fejedbe. Eredj, nézd körül, a kocsiban. Drága miszter, nincs ott semmi. Csönd! Hány éves ez a gebe? Fel a kezekkel, vagy szétlövöm a... Hello. Mondom, hello. Hello. Maga... Úton álló? Mi? Hát, pillanatnyilag igen, úgy tűnik. De nekünk nincs semmink. Szegény farmerek vagyunk. Szegények? Hát, ez baj. Hé, te! Igyekezz már! Viszlát! Maradjon szépen nyugodtan, ne féljen! Jössz már!
Mit találtál? Egy öreg asszonyt ronyogban, meg egy kis száraz kenyeret. Ez soha az életbe ki nem emeled innen. Már három napja itt veszteglünk szegény gyereknek. Fáj a hasa. Hallom. Orvoshoz kellene vinni. Orvoshoz? Szóval mégiscsak van pénzetek, ravasz róka. Eladnánk a kocsit, ha megvenné valaki. Jesszusom, az nehéz lesz. Kusz, inkább segíts. Lehet? Stop! Egy, kő... Vigyázz, egy öreg asszony van benne, tudod? Igyekezz már! De nehéz ez a kerék. Na, tessék. Na, nem is volt olyan nehéz. De ne felejtsd el alaposan bezsírozni a kereket. Adj már neki egy 20-ast. Mi? No. Elvehetem? Vedd el. Nagyon köszönjük. Ha mindenki ilyen nagylelkű volna... Én nem tudom, reggeltől estig csak a rablókat várnátok. Figyelj, Bambino. Kusz. És ne nevezd Bambinónak. Hanem minek hívjalak? Semminek. Jó. Viszlát. Kösz. Jó utat. Mozogj már! Ez az öreg asszonynak szól, mi? Elmentek? Úgy néz ki. Ilyen furcsa úton állókat sem láttam még. Én sem. Nem rossz, mi? Tehát, ha még oda nézel. Először is ne nézz a szemébe. Húzd össze magad. Igenis. Tartsátok szemmel azt a két fickót. A szemük se áll jó. Isten hozott Toszkánában, fiú. Itt kezdődik a valódi nyugat. Ha munkát kerestek, nagyon jó helyen jártok, mert munka az van. Vigyázz a lovakra. De aztán jól vigyázz rájuk. Te meg keres egy fegyverkovácsot. Addig én körülnézek egy kicsit. Jó lehetőségeket sejtek. A viszket a tenyered. Vakard meg. A jó Isten áldjon meg benneteket. A kocsmában találkozunk. Még nem kértem inni. Hé, csapos! Mit akarsz? Hagyj inni. Szeretsz játszani? Most nincs kedvem, fáradt vagyok. Jó kis helynek látszik így első pillantásra. Majd megváltoztatod a véleményedet, nem sokára. Miért? A nagykártyás Hendrix itt van a városban. Teljesen kifosztotta a barátaival a várost. Nagykártyás, ki az? Mindenkit megver, igazi profi. Nagyon ravasz. Nem létezik túljárni az eszén. De vigyázz, nagyon érzékeny. A kocsmában megnézheted, csak ne nézz a szemébe. Ideges lesz tőle, és... Hé, mister, nem kell a fegyvere? Kártyás Hendrix, egy híres profi. Na is, talán félsz tőle? Van néhány tízeset?
Ez már beszédöcskös. Nekem elég. Te meg mit akarsz? Szeretnék eldicsekedni otthon, hogy a híres nevezetes Hendrikszel zsugáztam. Beveszek ötödiknek? A nagy száma nyerő, ugye? Passzolok. Ha legyen 30. Nem mondom meg. Kiszálltam. Akkor viszem. Lássuk alapjaidat. Emelni is szokás, nem? Tízzel indulunk. Legyen 50. 100, ha benn akartok maradni. Két lapot kérek. Én is kettőt. Szolgáld ki magad.
100. Ha nem veszitek zokon, 200. Te csaltál. Ezt te komolyan mondod? Igen, komolyan. Fizetek neked valamit, fiam. Van benned egy kis viszki, kevésbé fogod érezni a golyót a hasadban. Aha. Adj az úrnak egy dupla viszkit, akkor semmit sem fog érezni. Na, mi lesz már? Akarod látni, hogy csinálom? Előszörre nem lehet megjegyezni. Érted már? Azt hiszed, ezzel befejeztük? Igen, azt hiszem. Ezt még megkeserüled? Jól van, öcskös. Kezdetnek nem is rossz. Mennyit nyertünk? Hogy én mennyit nyertem? Mert te vesztettél. Jól van, tartsd meg a részemet. Ezt nevezem. Végre megkapta. Meg van mentve a város. Itt volt már az ideje. Nem vitás. Viszlát. Én azt mondom, úgy kell neki. Én is. Mr. Parker! Ja? Drüben im Salon sind zwei tolle Kerle. Die haben vielleicht was auf dem Kasten. Die sollten sie engagieren. Nett, dass du mich darauf aufmerksam machst, Stevens, aber ich bin ausreichend versorgt. Außerdem erwarte ich jeden Moment noch ein paar Scharfschützen aus Denver. Selbstverständlich, Mr. Parker. Sie sind der Boss. Ja, Stevens, diesmal hast du recht. Köszönöm, uram, köszönöm. Jó, viszlát. Viszlát. Viszlát.
képzés. Hozzám beszél? Aha. Milyen szerencse, hogy újra találkoztunk, mert meg akartuk köszönni, hogy a múltkor kiraboltak. Akarom mondani, kisegítettek. Gyermekem, az nem rablás volt, hanem titkos megbízatás. Tudtam én mindjárt, hogy maguk nem lehetnek útonállók. Az az igazság, gyermekem, hogy épp egy különleges feladatot teljesítettünk, de erről egy szót sem. Ó, hát csak nem titkos ügynökök. Hát igenis, meg nem is. Erről nem beszélhetek, de... Hát, itt akarnak letelepedni? Ha a papa munkát keres, ebben a városban biztosan talál. Igen, de a farmerek számára itt nem nagyon van munka. Azt hiszem, tovább megyünk San Joséba. Ah, San José. Igen, oda. Az aztán a jó hely, San José. Ott kezdődik a valódi, Ha nem múlik el, feltétlenül hozzá kell újra. Köszönjük, doktor úr. Köszönjük. Hát akkor... Viszontlátásra, kisasszony. Sok szerencsét. Várjon. Szeretném, ha a szüleim is látnák, hogy nem is igazi úton álló. Mama, papa, ez az az úr, aki... Ja, persze, ez az uraság segített kihúzni a kocsinkat. Rögtön megismertem. Te is, ugye? Igen. Olyan hálásak vagyunk magának, Mr. Nem mondhatja ám meg a nevét nekünk, mert képzeljétek, titkos ügynök, most is szolgálatban van éppen. Igen, valami piszkos ügylet folyik itt, és a kormány küldött ki minket, hogy járjunk utána. Hát ezért vagyunk itt. Ne szóljanak a kapitánynak, hogy elmondtam. Nagy jaj, nem, dehogy is. Hello. Ezek beköptek? Ne aggódjunk, kapitány úr. Tudunk titkot tartani. Uh-huh. Szerencsétek. Hogy van a kis szélzsák? Az orvos azt mondta, semmi komoly baja nincs. Csak egy kis aerofóbia. Csoda. Ja, errefelé ezt így hívják. Szegény gyerek, nagyon szenved. Egy kis viszki rendbe hozná. Igazán lekötelez, kapitány úr. Bár mindenki ilyen jó szívű lenne, mint maga. Akkor alkoholista válna a kölyökből. Ilyen különös titkos ügynököket sem láttam még. Azt hallottam, hogy itt van a legjobb kaja egészen Friscóig. Sajnálom, uraim, itt csak a tagok ehetnek. És mit képzel, mi kik vagyunk? Engem nem tévesztenek meg. Erre tessék. Köszönöm. Az egész környéken. Igen. Itt vannak. Uraim? Várj. Na. Mit óhajtanak, uraim? Hozzá valami kaját. Talán kezdetnek az urak... Igen, kezdenénk már valamit enni, pontosan. Nos, talán javasolhatok. Nem javasolod sem. Hozzon valamit enni, meg egy dupla viszkit. Bort az uraknak.
Nem tetszik. Én már régóta várom, hogy a kormány egyszer csak a nyakunkra küld valamit. Mondtam már, Lopert, hogy ne izgasd magad. A kíváncsiság gyakran gyorsabban ül, mint a golyó. Csak nem arra gondolsz, hogy... Ne izgulj, mondtam már. Titkos ügynököket nem szokás lepuffantani, inkább lefizetni. Én még sohasem láttam olyat, amelyik nem hagyja el magát. Ha még egyszer ezt csinálod, véged. Ein bisschen übertrieben, finde ich. Aber das muss selbst ihr ärgster Feind den beiden lassen, dass sie ihren Job verstehen. Wenn wir bisher nur den Verdacht hatten, dass sie Geheimagenten sind, jetzt haben sie es uns bewiesen. Oui, monsieur. Et voilà. Chasse à la Magdalene, avec petit oignon, marron glacé, pomme de terre, petit pois. Champignon sauté. Remélem, ízleni fog az uraknak. Minek örülsz annyira, mi? Et voilà. Nem lesz nehéz dolgunk, uraim, sőt, könnyebb, mint gondoltam. Burgony rosé, monsieur. Nagyon különleges bor. Hűhet! Ha óhajtanak az urak, betetőzni a vacsorát. Na, akarsz tetőzni? Rendben, hogy lehet a tető. Zsorzs? Thank you.
Curaçao, Grand Marnier. Na, mi legyen? Kell ez nekünk? Nő, hát ha gondolod. Gondolom. Minden rendben, Zsorzs? Ennek a hülyének, hogy gyújtsa fel, láttam. Nem, monsieur, ez a krepszüzet flambé. Mit csináljunk? Voilà. Igen. Majd én személyesen veszem kézbe a dolgot holnap. Legjobb, ha szemtől szembe beszél velük az ember. Itt vannak. Mi tartott ilyen sokáig? Tessék. Uraim? Hello, öreg fiú. Parker, James Parker. A társa Mr. Roper. Örvendek. Uraim, a kapitány úr. Hú, micsoda ló. Ez aztán pompás állat. Látom, ért a lovat. Ha, persze. Aha. Nos, uraim, gondolom, amilyen gyors észjárásúak, már rá is jöttek, hogy miért hívtam össze ezt a kellemes kis összejövetelt, úgyhogy talán legjobb, ha a tárgyra térek. Úgy van. Egyszerű kis szívességet kérek öntől, kapitány úr. Mindössze annyit kérek, hogy hunja be a szemét. Aha. Szólhatok, kapitány? Amíg mi behunjuk a szemünket, addig maguk... Pontosan. Csak hogy van egy kis baj, Mr. Parker. Tegyük fel, hogy a kapitány úr behunja a szemét. Van neki egy másik szeme is, ugye? Azt gondoltuk, hogy 2000ért esetleg mind a kettőt behunná. Azaz 2x2, vagyis 4. Gondolom, nekem is be kellene hunnom a szemem, igaz? Rendben, legyen 4000. Biztos voltam benne, hogy megegyezünk. Az államok kormánya sosem volt valami bőkezű az ügynökeivel, igaz? És az egész természetesen köztünk van. Természetesen. Örventem a szerencsének, uraim. Részünkről a szerencse, uraim. Murdoch, muszáj mindig ilyen csinadrattát csinálod, ha kell, ha nem kell. Murdoch egy kicsit másképp képzelte a szemük behunyását. Személy szerint én nem mindig kejeslem a módszereit. Hát, lehet, hogy igaza van neki, Mr. Parker. De azért jobb, ha az ember először tisztázza az erőviszonyokat. Mehetünk, hadnagy. Visszamennek Tascóba? Mehetünk oda is. De inkább San Joséba. Hát akkor azt hiszem, hamarosan meg fogják látni, hogy errefelé semmi olyasmi sincs, ami érdekelhetni a kormányt. Hát igen, ha bár beúgy szemmel elég nehéz meglátni bármit is. Igaz, kapitány úr? Na, indulás, hadnagy. Szóljatok a fiúknak San Joséban, de gyorsan. Por favor, señor sheriff,
jöjjön ki velünk a missziós telepre. Hagyj már békén, rosszabbak vagytok, mint a pióca. Szenyor serifek, segítsen kérem, mi is amerikaiak vagyunk, mint maguk. Hát ez jó vicc. Talán vicc az ön számára, de nem a mi számunkra. Na most már tűnés, hagyjatok békén! Si, szenyor. De ha a szerzetesekkel beszélne, hogy... Vamos, azt mondtam! Mit csináljunk, Pablito? Nada, ne nada. De nem bírom a pofáját ennek a serifnek. Csatlakozom. Oh, señores, bienvenidos en San José. Viszem a lovakat az istálóba pucolni. Gyönyörűen tiszta lesz. Gyönyörűen, muy gyönyörű. Ha ezt a gyönyörű lópucolásodért kaptad, akkor inkább ne vidd el őket. Mi? Mi? Ja, nem, señor, ezt nem ló miatt kaptam. Na jó, de vigyázz rájuk. Muchas gracias. Gracias. A fegyvereket. Mi bajod? A fegyvereket, nem lehet fegyverrel bejönni. Ezt te találtad ki? Nem, de okos volt, aki kitalálta. Senki se lépett be fegyverrel. Ez a törvény nálunk. És ne nagyon szívóskodjatok, mert repültök innen. Mielőtt annyit mondtok, kisnyú. Mindig ilyen nyájas a vendéggel? Nem. Nem mindig vagyok ilyen nyájas. Nesze. Köszönöm. Itt a két ügynök. Tudod, akiről Parker beszélt? Szép kis társaság, mi? Van köztük ismerősöd? Az a még dumál. Rip Smith marhatolvaj. Rendes? Az, aki középen ül, Lenny Smith utonálló. És a másik? Az Stingeri Smith, fegyvercsempész, orlövész, nagymenő. Szóval nyugi. Ne nézz oda, de az egyik ürge ott, akit már láttunk egyszer a városban, rád mutogat és vihog. Te, ennek mintha csiklandoznák a talpát, egyfolytában röhög. Na, hogy érzitek magatokat, mi nálunk, he? Meséld el azt a jó viccet nekünk. Vigyázz, rátette a kezét. Ilyet többet ne csinálj. Mert laposra verjük az egész bandát. Mi van? Ha szabad kérnem, megmutatnátok, hogy ezt hogy csináljátok? Thank you.
Micsoda rohadt banda. Ez velünk jön? Viszontlátásra. Fogadjuk jó pénzt ér mindegyik. Szevasz! Teljesen elment az eszed. Megmondtam, hogy nem mutatkozz a városba. Befelé! Hello, sheriff. Mit parancsolnak? Kezdetnek elég, ha ad 800 dolcsit. Ezért olcsó. Hogyne? Természetesen. Hol sikerült elkapni őket? A városban. Nem. De. Jó, zárja be őket, sheriff. Hogyne, persze. Gyerünk! Mozgás befelé! Gyerünk! Jó van. Na, gyorsan, te is! Erünk már! Befelé! De sheriff! Kuss legyen, menj már! Na. Úgy látszik, nincsenek tisztában azzal, hogy kikkel van dolguk. Itt írja alá. Fejenként 500. Rendes magától. Viszlát, sheriff. Még látjuk egymást. Viszlát. Ó, majd elfelejtettem. Üdvözöltetem Mr. Parkert. Köszönöm. Várjanak csak. Tehát maguk azok? Igen, a... mi vagyunk. De mit csináljak ezekkel? Tehát ők is Parkernek dolgoznak, nem? Mint mindenki más San Joséban. Akkor mi a probléma? Akkor azt hiszem, hogy nincs sok értelme, hogy itt tartjuk őket lakat alatt. Nem igaz? Néhány napig hat hűsöljenek csak. Aztán veresse magát fejbe velük, kötözzék meg. És hogy még hitelesebb legyen a dolog, írjon ki fejenként 500 dolcsi fejpénzt rájuk. Élve vagy halva. Ugye tudják, hogy Parker nem akarja, hogy a missziós telep körül szaglásszak? Persze, tudjuk. Jó. Megmondanád végre, mi a nyavaját bujkálunk itt, mint valami lótolvajok? Először is éppenséggel lótolvajok lennénk. Legalábbis próbállak megtanítani a mesterséget. Akkor meg mire várunk? Arra, hogy ide jönnek hozzánk a lovak? Hogy a fene enné meg a lovakat. Menjünk inkább a missziós telepre. Nem tudom miért, de valami azt súgja nekem, hogy... Ez megvan, vagy 30, ha nem több. Fogadsz velem? Menj már, te csökönyös szamár! Indulj már! Két fáradt összvér. Két mi? A rosszabb essen belém, menj már! Úgy tűnik, megint lerobbant a járgányuk. A változatosság kedvéért. Segítünk neki? Nem. Gyerünk! Már, ne! Örökre itt maradunk, ha csak valami csoda nem történik. Úristen! Megtörtént a csoda, papa! Na, mi történt? Hello! Gondoltuk, hát a segítségre szorulnak. Milyen jól gondoltál, bizony. Lecsövekeltek, és az Úristennek nem hajlandók mozdulni. Na, lássuk csak. Hopp! Na, mindjárt megoldjuk, Miss. Kapaszkodjon csak a karomba. Úgy kihúzzuk, mint a villám. Későre jár, hadnagy. Kész? Aha. Na, akkor indulás. Ha-ha!
kacsok ezek, mint az összvér. Indulás vagy szétrugom a seggét. Na, indulás. Oh, elindul! Ez igen, nem tudom, mit mondott neki, de jól megmondta, az biztos kapitány. Óra sem érdemes. Már mennek is tovább? Az már nem, itt maradunk éjszakára. Tudják mit? Maradjanak maguk is, a lányom csodálatosan bizony. Főz. Hé, hey, azt mondja, jól főz? Mit szólsz? Hol akarja elmosni? Kicsit följebb. Itt jó lesz? Aha. Igazat mondtak. Nagyon jól főz. Sosem ettem babot ilyen babosan. Köszönöm. A csillagok úgy ragyognak ma este, mint a gyémántok, nem igaz? Különösen a nagyobbak. A kicsik azok nem annyira. Jé, tényleg. Erre sohasem gondoltam. Na hát maguk titkos ügynökök mindent tudnak. Hát azt tudja, hogy a folyók mind egy irányba folynak. Nem. Hát azt tudja, szóval, hogy mi ketten, szóval... Szóval? Szóval... Merre mennek tovább? Északnak. Hová? Felészaknak. Ah, nagyon szép odafent. Majd meglátogatom, ha akarja. Aha. Én... Jaj, hadnagy úr, ne! Kérem! Hé, hey, hadd már! Ó, Szent Mózes! Nem tudtam, hogy a titkos ügynökök éjjel is dolgoznak. Bizony, mint a lótolvajok. Hát így jönnek már! Hadnagy úr, elfeledkezett a kötelességéről. Igaz, kapitány úr, de a titkos ügynök is csak ember, nem igaz? Nem. Ez parancs? Igen, ez parancs. Asszonyom, kisasszony, örventem a szerencsének, szevaszecskös. El a fejjel! Már sokkal jobban hangzik. Beteg szegény. Vegyenek egy hordó viszkit és gyógyítsák meg. Viszlát! Viszontlátásra. Viszontlátásra. Bárcsak mindenki ilyen bőkezű volna, mint maguk. Egy hamar milliómosok lennének. Na, menjünk, hadnagy. Igenis. Aranyos fiúk. Ugye? Azok bizony. Holnap megy egy kocsi Chihuahuába. Az nem jó? Nem, az átmegy a határon, tele lesz csóró mexikóiakkal. Inkább várjunk néhány napot, akkor jön a San Antonio Houston járat. És hol akarod feltartóztatni? A folyónál? Nem, az túl messze van, sose érünk vissza. A legalkalmasabb hely egy postakocsi kirablására a posta. Mire? Amikor mire? Az utasok fáradt tagjaikat nyújtóztatják. És a vezető mellett nincs őr. Na mi az, mit bámulsz? A testvérekhez mennek, szenyor. Milyen testvérek? Hát akik a missziós telepen vannak. Nézzék, mit tettek velem. Elmegyek, hogy megbánjam a bűneimet, erre feloldozásként ezt kaptam a szemem alá. Neked aztán komoly bűneid lehettek. Nem, nem, szenyor.
Valamikor azok a szerzetesek szentek voltak, de most ördögök isznak, káromkodnak, há? Még szerelmeskednek is. És a Gyóni megyük... Kaptok a szemetek alatt. Bizony, szenyor, látja. Na jó. Nem, nem, rossz. Nem úgy értem, megnézzük azokat a testvéreket. Ah, komolyan, szenyor. Mi az, hogy? Ha, gracias, muchas gracias. Pablito, segítenek rajtuk! Megfingatják a szerzeteseket! Ez a disznóság, hogy a papok verik a népet, téged is kihoz a sodrodból? Nem. Úgyhogy, ha azt hiszem... Nem, nem hiszem az egyáltalán. De furcsa, hogy Parker 4000-et ad, hogy hunjunk szemet. A sheriff azt akarja, hogy kerüljük el a részeges szerzeteseket. Valami itt bűzlik nekem. És többet szaglintok, mint rongyos 4000 dollár. Mit gondolsz? És? Hát... Nyisd ki, testvérem, ne félj! Sí, sí, padre! Az Úr legyen veletek. Mi bajod? Isten hozott, testvérem. Tudjátok, amikor jön valaki gyónni, vagy ha egy fáradt utas kopogtat a kapun, így üdvözöljük. Az Úr legyen veletek. Erre a válasz, veled is, testvérem. Aha, ismerjük ezt. Hogy adja a szendét? Hol tartják vajon a piát? Hamarosan kiderítjük. Isten hozott, testvéreim. Kellene szedni belőlük a dolgot, Bambino. Ne aggódj, és ne hívj Bambinónak. Micsoda banda. Ki itt a főnök? Tegyük föl, hogy én vagyok a nyájpásztora. Miben segíthetek? Tegyük fel, hogy ez a zarándok gyónni akar, uh-huh. Ez az utazó pedig megpihentetné fáradt csontjait. Az utazó pihenni tér, a zarándok megtisztul bűneitől. Jöjjön velem. Jöjjön. Jöjjön. Bloß noch, dass er nur Wasser trinkt. Sicher? Gibt es was Besseres? Whisky zum Beispiel. Und wie ist das mit dem Würfelspiel? Was haltet ihr davon? Würfel, Bruder? Ja, noch nie davon gehört. Und Weiber sind bei euch sicher auch verpönt. Ich verstehe dich nicht, mein Sohn. Spiel doch nicht den Harmlosen. Es ist besser, wenn Sie mal mit dem Prior sprechen. Nein, der Prior ist im Augenblick sehr beschäftigt. In nomine Patris. Az atya... Hey, mit csinálsz? Semmi, csak... Csinálhatták volna nagyobbra ezt a vacakbódét. Ez az én helyem, testvérem. Te térdelj le, szemben a ráccsal. Muszáj letérdelnem?
Ülhetsz is, ha úgy kényelmesebb. Igen, és akkor tessék. Ez az első gyónásod, ugye? Igen, és ahogy elnézem, az utolsó is. No, mondd, fiam. Mit? Hát nem azért jöttél, hogy meggyógy? De. Többek között azért. Hogy többek között? Hát például feloldozásért. Előbb meg kell gyógy, aztán feloldozlak. Jó. Hékás, figyelmeztetlek. Nehogy eláruljál. Nem. Rajtam kívül egyedül ő tartja számon. Nem. Kettőnk között marad vagy, Nuku Gyónás. Rendben. Kezd el, fiam. Mit kezdjek el? A gyónást. Szóval, anyám azt mondja, a börtönben született. Fiam. Aztán úgy 12 éves koromban az öregem bevett a csapatba, a lótolvajokhoz, mert az egyik srácot kinyírták. Igen. Na persze megbosszultuk, azóta ez a szakma. Ennyi elég is lesz. Na és most? Vezekelned kell, és meg kell bánnod bűneidet. Megbántam. És most oldozz fel, ha van fél a kucárban. Nem értelek, fiam. Nem, mi? Na, oldozz fel, halljuk! Hogy nem, már is oldozlak. In nomine Domini ego tuo. Ehi, vabbè, cazzo! Mi ci lasso! Mi ci lasso! Elkezdte a műsort az ürget. Először csak magában beszélt, aztán nagy ravaszú rám akar támadni a gyoporokkal. Én csak meg akartalak áldani, testvérem. Gyoporokkal? Valami bűzlik itt nekem. Most pedig te gyónsz. Miért veritek a csóró mexikóiakat? Nem mi verjük őket, hanem Lucifer. Igen, a megtestesült Lucifer. Ismered? Sohasem hallottam róla. Biztos a keleti partról jött az ürge. Na, szóval, ha ez a Lucifer, vagy hogy a fenébe hívják, ide tolja a pofáját, küldjétek a fenébe. Na, az úr legyen veletek. Ismerjük a járást. Deo grazia. Szabadíts meg, Uram, minket a gonosztól. In nomine Patria Filii Spiritus! Los, mach schnell! Haut ab und lasst euch die nächste Zeit hier nicht mehr sehen. Mit der Belohnung. Hat prima geklappt, hä? Hey.
Ihr seid ganz schön auf Draht. Das sind eigentlich alle Leute von Parker so dämlich. Mehr oder weniger. So, jetzt habe ich aber genug von deinem albernen Lachen. Das sind 2000 Dollar. Stimmt so, ja? Mhm. Wie heißt du? Mitch. So, hier ist dein Anteil, Mitch. Plus noch 200 für die Beule am Kopf. Sag danke. Danke, Kumpel. Verräter, Verräter! Meadow, wird dir dafür schon die Quittung geben? Du gemeine Schwein, dafür schickt er dich zum Teufel. Schweinehund! So, und jetzt, was ist auf der Mission los? Keine Ahnung. Ich kümmere mich nur um die Dinge hier im Ort. Das ist alles. Ja, ehrlich. Wirst du vom Parker dafür bezahlt? Ja. Was wissen die da von der Mission? Gar nichts. Die kriegen ihr Geld dafür, dass sie Leute umlegen. Wenn es ihnen gelingt, meinst du? Ja. Leb wohl und gute Reise. Danke. Wir sehen uns doch noch. Sicher. Ein braver Mann. Merre van a Sheriff Hivatal? Arra, lefelé. Köszönöm szépen, viszlát! Te, oda néz. Na hát, milyen kellemes meglepetés. Mi is éppen ezt mondtuk az imént, igaz? Igaz. Azt hittem, éjszaknak mennek. Megyünk is, de előbb át kell adnom ezt a levelet, Mr. Stinger Smithnek. Igen. A jó öreg Stingerinek, jó haverunk, most éppen nincs a városban. Majd mi odaadjuk neki, ha megérkezik. Mit mondjunk, ki küldte? Várjunk csak, Murdoch. Igen, Murdoch atya. Egy szerzetes, akivel néhány nappal ezelőtt találkoztunk. Azt is kérte, hogy mondjuk meg Mr. Stingerinek, hogy ne felejts el kitenni a madárijesztőket. Igen, ezt mondta. Jó, mi majd megmondjuk neki. Egyébként, hogy van a család? Jó, lent vannak a missziós telepen. A missziós telepen? Igen, azok a jámbor szerzetesek jól feltáplálják a kis Ebenezert. Etesse csak az anyja, az a moslék, amit azok a papok esznek, kikészítheti a gyerek hasát. Hát akkor a viszontlátásra is. Még egyszer köszönöm. Viszlát! Na, most már foglalkozunk a postakocsival. Ne ugorjunk ki előtte a missziós telepre üdvözölni őket. Ne. Felülsz a nyeregbe, és felderíted a terepet Apacs megálló mellett, mert ott fogjuk feltartóztatni a kocsit. Most? Most. Az 20 mérföld innen, és mindjárt besötétedik. Pofa be, mozgás! Csökenyes barom. Das ist für den Kleinen. Dieser Trank wird ihm gut tun. Er wird ihn bald von seinen Leiden befreien. Bruder Clementino kennt sämtliche Geheimnisse der Kräuter. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bedauere sehr, dass wir Sie nicht in einem unserer Gebäude beherbergen können, aber unsere Ordensregel verbietet es leider streng. Wir müssen in der Klausur leben. Wir schlafen in unserem Wagen, das sind wir gewöhnt. Gute Nacht, meine Freunde. Schlaft gut. Angenehme Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, Liebling. Gyere a mamához, kicsi. Mindjárt alszik. Papa, én még nem vagyok álmos, kimehetek egy kicsit? Jó, de nem maradj sokáig. Olyan szép este van, csak járok egyet. De ne menj ki a telepről. Nem, nem, papa. Nehogy eszedbe jusson kimenni, hallod?
Hello! 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 Mit keresel te itt? Hogy én mit keresek? Szolgálatban vagyok. A fal tetején? Hát, igen. A kapitány úr parancsára szemmel tartom ezt a falat. Bizony. Várj meg! Egész éjszaka inni akar, vigye fel az egész üveget a szobájába, mi éjfélkor zárunk. Mit csinál? Hol a fenében van a sheriff? Eltűnt. Mi? Elment, hombre. Már egy hete. Nem tudja, hol találjuk meg Stinger és Smith-t? A sitten. Hogyhogy? A sitten. És ki zárta be? Hát gondolom a sheriff. Akkor nem is csodálom, hogy eltűnt. Na, menjünk. Hány óra? Hajszál pontosan 10. Menjünk! Talán még itt vannak a városban. Most mit csinálsz? Kezelésbe veszem azt a két ügynök. Erre most nincs idő. Egyébként jól átvertek titeket. Mit akarsz ezzel mondani? Hát csak azt, hogy úgy titkos ügynökök ezek, mint én. Két utonálló még hozzá profi. Micsoda? Jól hallod. Na, nyergeljetek és induljunk. Parker új szállítmányt küldött hozzá lesznek. Más-más. Diesmal hast du noch Glück gehabt. Das nächste Mal. Schnauze. Szeret. Eltaláltad. Itt akartok maradni? Szeretnénk. Nagyon jó a föld is, meg minden. És a rendőrfőnök úr nekünk adna egy régi parasztházat, de a püspök nem engedi. Ó, a püspök? Igen, a püspök. Biztosan azért, mert protestánsok vagyunk. Minek mondtátok meg neki? Und was bist du? Lutheraner oder Baptist? Ist das denn so wichtig? Nein, mir ist das völlig egal. Aber mein Vater und meine Mutter, weißt du? Ach so, ich verstehe natürlich, aber weißt du, tja, siehst du, wir vom Geheimdienst dürfen über unsere private Angelegenheit nicht sprechen. Aber wir... Gyorsan a kocsira! Csengesz! Kinyitni! Gyere már! Nyissák! Kinyitni! Úristen! Visszajöttek! Siessetek, testvérek! Gyertek ki! Siessetek már! Mire vártok? Ki az? González, hogy az ördög vinni el! Nyissátok ki gyorsan a kaput, mielőtt még betöri! Nyisd ki, ne félj! Nyissátok ki! Nihoz te putaszt! Mire az útból? Az úr legyen. Hozzá leszel egy csapatával.
majdnem tele van. Vamos, muchachos! Madre mía! Ez van vagy egy tonna. Hé! Ráértek imádkozni később is, most munkára! Igenis! Gyertek, testvéreim, majd utána imádkoztok. Hamar, hamar, siessetek! Vamos, hermanos de prisa! Vamos, anda! Ez az utolsó kapitány! Alles, sieh mal, was ich gefunden habe. Ah, das ist ja ein altes Modell. Jacinto, al dinero. Bueno, bueno. Hey, tepa, tegyétek be ezt a kocsiba. Itt vagyok. Jacinto! Sí, señor. Hozd a lóvét. Igenis, kapitány. Hey, tepa, ide. Ez 50 000 dollár, testvérem. Vigyázzatok. Vagy Parker szentatya. Áldását adja rátok. Kész vagy, Jacinto? Kész, uram. Akkor indulás. Na, na, Jacinto. Maradó. Ó, madre de Dios. El diablo. Segítség, anyám, védjenek meg. Most minden rendes csuhás tartsa fel a kezét. És most minden igazi csuhás behúz egyet a hamis csuhásnak. Maradék csuhások jelentkezni. Lőd le! Összizanyám! Mi történt, Jesse? Jesse! Maradj itt és ne mozdulj! Ez volt az utolsó alkalom, hogy fegyvert csempésztetek át a határon, igaz? Új vien! Csak el ne felejtsétek. Te Júdás! Kis ilyen megölte. Csak ki...